akkor a legkönnyebb előadni, és akkor a legkönnyebb harcolni a célodért, hogyha azért harcolsz, ami az igazság, amiben hiszel. Ismerete egy kifinomult íz- és szagláskultúrát hordoz magában, amely az üzleti életnek azt gondolom, hogy fontos része. A Business Wine egy olyan kezdeményezés, ahol az üzleti élet szereplői és a borászok szakmai résztvevői találkozhatnak. A borfogyasztás az mindenképp egy kulturált alkoholfogyasztás, hiszen nem a mennyiségről szól. Egy ilyen találkozón a beszélgetések, az előadások, az emberi kapcsolatoknak a megerősítése érdekében egy, maximum két pohár bor elfogyasztása az megadja azt a fajta hangulat, lazasságot, azt a fajta feszültségoldást, ami ehhez szükséges. Úgyhogy ezért jó a bor és az üzlet kapcsolata, mert a kettő együtt az mindenképp őszintességet eredményez. Ugye mi borászok, szőlészek a nap jelentős részét a szőlőinkben, a boros pinceiben töltjük. Ritkán találkozunk az üzleti élet ilyen jeles képviselőivel. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan rendezvényen tudjuk kommunikálni a potenciális partnerek felé, ahol olyan vendégek képviseltetik magukat, akik a jövőben vendégeink lehetnek, valamint fogyasztani fogják termékeinket, ezen túl pedig beszélni fognak termékeinkről. Én nagyon jól érzem magam az eseményen, itt nagyon sok ember, nagyon sok fiatal és kezdő vállalkozó is egymással kapcsolatba kerül. Érdeklődő a közönség. Ugye itt fiatal vállalkozók mernek kérdezni, tele vannak nyitottsággal, és hát tulajdonképpen a borhoz nem kell más, mint az, hogy beszélgessenek egymással az emberek nyitott módon. Na, ez most itt megvalósul, úgyhogy tökéletes a rendezvény. Számunkra talán az egyetlen csatorna a Business Wine, ahol ezekkel az emberekkel találkozni tudunk, kapcsolatokat tudunk építeni, és akár mint közös jövőben tudunk gondolkodni. Az üzletben sokkal erősebb érték a pénznél, meg a befektetésnél a kapcsolatrendszer.